Tolnán már hagyomány, hogy a nagycsaládosokhoz érkezik elsőként a Mikulás. Idén sem volt ez másként, a télapó puttonya tele volt ajándékokkal, amit a gyerekek énekekkel, versekkel köszöntek meg. Télapó itt van, ó a sugárja, jég a cipője, leng a szakára, zsák, zsák, teri zsák, piros alma aranyá. Két szarvas húzta, szár repítette, gömbölyű zsákját, száz fele vitte, zsák, zsák, teri zsák, piros alma aranyát. A program idén egy játékos, interaktív Mikulásváró műsor keretein belül zajlott. Megvan a 8 szarvasunk. Egy picike gyerkőcre lenne szükségem, aki viszont bevállalná, hogy a mai nap folyamán ő lenne Rudolf. Ki szeretne Rudolf lenni? A célom ezzel tulajdonképpen több, hogyha most erről beszélünk, mert a szerényebb és kicsit visszahúzódóbb gyerekeket is ezzel a zenés és dalos, táncos műsorral próbálom egy kicsit ösztökélni arra, hogy igenis ő ismerjen kijönni, és egy kicsit is, vagy kicsit megmutatni magát most, hogyha olyan téren is, hogy csak ott áll, mint egy kis szereplő, egy kis kelléke mondjuk a műsornak, mert olyan szerepet bízunk rá, vagy éppen ő neki az a dolga, hogy sétálgat fel alá, de akkor is meg tudja magát mutatni, és egy kicsit bontogatni a szárnyait. Meg hát ugye a másik része az, hogy várjuk a télapót, ugye nem sokára érkezik hétfői nap folyamán, és ugye még nagyobb izgalomba lesznek így a gyerekek, és még jobban fogják várni. Talán egy kicsit oda fognak figyelni arra, hogy na most ebbe a pár napba azért ne legyek olyan csintalan, mint eddig voltam. Mikulás, tedves Mikulás! Gyere már, minden gyerek vár. Mit töltsük tőle, jaj, de jó. De a vizes, hogy gyereknek nem való. Most az elmúlt 2 évben mondjuk azt, a tavalyi évet nem említve, hogy mindig utoljára a gyermekek csináltak műsort a nagyszakállú Mikulásnak, készültek ugye tánccal, énekkel, versekkel. Idén gondoltunk, hogy ezt most leváltjuk, és újra megkérünk egy előadó művészt, aki csinál számunkra egy kis műsort, egy interaktív műsort, amiben a gyermekeket is bevonja, és talán így egy újdonságként lesz most is, hogy megérkezzen a Mikulás. A mi egyesületünk egy nagyon összetartó csapat, elmondhatom, teljesen összetartottunk akkor is, amikor ugye a koronavírus bejött, és a járványhelyzetben is próbáltuk egymást támogatni, és amint meg tudtuk oldani a rendezvényeinket a jogszabályoknak megfelelően, úgy meg is tartottuk őket. Tavaly a Mikulásunk ugye házhoz ment, úgyhogy nem érintkezett senkivel, a gyermekek az ablakba várták, a Mikulás oda ment, a párkányra letette a csomagot, ablakon keresztül integethettek neki, de nem volt így kontaktusunk egymással. Idén örülünk, hogy ez még egyelőre nem hiúsult meg, és meg tudtuk tartani a műsorunkat. Igaz, hogy a maszkkal nehezebb, de mégis úgy vagyok vele, hogy szerintem így örömet okozhattunk a gyermeknek, és látjuk az arcukat, amikor megérkezik a Mikulás. Büszki hont már, de mindegy, elköszönni tőled nem meg, te szeretsz, hát évpontod.